A rendezvényen olyan ismert operettslágerek hangzottak el, mint az Éjjel az Omnibus tetején, vagy a Hétre ma várom a Nemzetinél. A közönség együtt énekelte a dalokat az Interoperett sztárjaival. Ezt követően Berényi József mindenkinek békés és boldog új évet kívánt. A béke fontosságát külön hangsúlyozta. Most bizony ezt, hogy békés új évet kívánunk mindenkinek, ennek nagyobb hangsúlya van. Nagyobb hangsúlya van, hiszen ha szembeállunk a térképnek, akkor jobb kéz feléről találjuk Ukrajnát, ahol nem sikerült az elmúlt évben békét teremteni, ezért van miért az ukrajnaiaknak békét kívánni, akár innét is. De tavaly azt is tapasztaltuk, hogy bizony olyan békeszigeteken, mint Brüsszel, ott a karácsony előtt rendkívüli állapotot kellett bevezetni. Nem ehhez vagyunk hozzászokva, Nyugat-Európát mindig a békeszigetének tartottuk a II. Világháború óta, és bizony nem volt jó érzése az embernek, amikor ezt láthatta a televízióban. Nem beszélve a párizsi merényletről, ami emberáldozatokat követelt, hogy békét kívánunk a világnak és Európának, mert egy kicsit túlságosan forró volt a hangulat itt körülöttünk. A politikus továbbá elmondta, hogy mind Szlovákia, mind Magyarország gazdasági fejlődése töretlen, arra pedig a közeljövőben fog fényderülni, hogy ebből Dél-Szlovákia és a magyarság mennyit fog profitálni. A jó hírnek mondható az, hogy mind a szlovák, mind a magyar gazdaság fejlődése töretlen. Úgy látszik, hogy több pénzzel tud gazdálkodni mind a két kormány, majd meglátjuk, hogy ebből mennyi jut ténylegesen az emberekhez vissza. Mi úgy gondoljuk, hogy erősebb magyar képviseletre van szükség, határozottabb érdekérvényesítésre van szükség, a Dél-Szlovákia fölzárkóztatása megvalósuljon. Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy igenis fontos, ha egy orvos jól kezel bennünket, vagy kék jó kenyeret süt, azért magyarul szóljon hozzánk, hogyha megszólítjuk őt magyar nyelven, és tudjuk, hogy ő is magyar. Ez az év lehetőséget ad arra, hogy ebben az országban a magyarság tekintélye nagyobb legyen, mint hogy ezt az elmúlt években tapasztaltuk, és ezt meg is tudjuk közös erővel, közös akarattal valósítani. A közönséget a Szabó László alpolgármester is köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy az új év kellemes szórakozást biztosító rendezvénnyel indulhatott. Az év kezdés az mindig megadja egy évnek a hangulatát. Tehát ilyen szempontból nagyon lényeges az, hogy rögtön az első héten, az első napokban egy ilyen kimagasló és magas színvonalú rendezvénynek adhat otthont a Dunaszerdai Városi Művelődési Központ, és ugyan nem egy klasszikus újévi koncert lesz, hiszen nem Strauss zene hallatszik fel, és nem klasszikus művek hangzanak el, hanem operettek és egy Dolly Roll koncert, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, és nagyon jól szórakoznak itt az emberek.